kifejezték együttérzésüket a világvezetői a Notre-Dame katedrális leégése miatt. Az Európai Bizottság elnöke kedreggel az Európai Parlament Strasburgi épületében azt mondta, súlyosan károsodott tegnap Franciaország egy fontos része, egy kicsit mindannyian megözvegyültünk. Az egész bizottság együtt érez francia barátainkkal. Megállapodtunk abban, hogy mindent megteszünk, ami tőlünk telik, hogy megadjuk Franciaországnak, amire szüksége van. Európa megsebesült, Franciaország megsebesült, Párizs megsebesült, mindannyian megsebesültünk. Donald Tusk az Európai Tanács elnöket vittjében biztató szavakat írt és szolidaritását fejezte ki a franciákkal. Az ENSZ főtitkára a világörökség ritka égkövének nevezte a Notre-Dame-ot, és közölte, gondolatban a franciákkal van. Barack Obama volt amerikai elnök, azt írta, természetes a gyász ilyenkor, de az újjáépítés is. Reagált Leo Varadkar írminiszterelnök és Kenterböri érseke is. Ő azt írta, imádkoztak a tűzoltókért éjszaka, és mindenkiért, aki síratja a szent helyet, ahol milliók találkoztak már Jézus Krisztussal.